Mert már erről lesz a póló, csak a póló, csak a póló, csak a póló. Na, szevasztok srácok, én Scani vagyok, és köszöntelek benneteket a legújabb videóban az Akció Kronikák csatornáján, és a mai videóban pedig itt vagyunk Biával, a hugommal, aki igazából kommenteket válogatott össze nekünk, és a mai videóban, ahogy már a címből is láthatjátok, ezekre fogunk reagálni. Na szóval itt van az első komment, olvasd is föl. Nagyon kemény a gyerek szandálba. De am jó lett. És rácok, ez a komment, ez a Nerf háború, nem tudom, 5. évad első részére érkezett talán. Hát figyeljetek, nyár volt, meleg volt, mit vegyem fel? Hát most jó, jöhet a következő komment. A nyártokat ez nem Nerf. Miért? Csak Nerf videókat csinálok igazából. Nem, mert tényleg, elszokt a gyerek előttünk, és ott volt jó, hogy a Nerf háború. Jó, srácok, most egy párszor bekerül Nerf kilövő. Ez egész videó, csak elszokt volt, igen. Menjünk tovább. Hat lájkot kapott. Következő komment. Ez nagyon szar. És hat lájkot kapott. Meg próbálunk jobbat csinálni. Szar az meg ketchup. Ez nem tudom, szerintem ez valamelyik első Nerf háború videónkra érkezett ez a komment, amikor még hát ketchupot használtunk igazi művér helyett. Majd elállítja a vérzést. Srácok, nem vagyunk profi videósok, nincsen sok pénzünk a videókra, de ezért próbálunk valami kontentet gyártani nektek. Megtaláltam mindent, meg... Jó, figyelj, hát ha megtaláltad, akkor ügyes vagy, ez a Nerf háború 5. évad második része talán ez a videó. Ahol meg kell találni a 10 peonzat, amit elrejtettünk a jelenetekben. Ez jó videó, tudsz. Fos az egész. Jó, hát most, srácok, vannak negatív kommentek, el kell fogadni, ilyen az élet. Menjünk is tovább a következő kommentre. Nagyon jól lett, ment a like. Végre videó clean, köszönjük a pozitív kommentet, azt hiszem lájkoltam is. Remélem, hogy jönnek pozitív kommentek még videókra, tehát a negatívaknak is ugyanannyira örülünk, mert legalább lesz contentük, gyártjátok nekünk a contentet, és tudunk videót csinálni belőlük. Soha nem hittem volna, hogy egy 5 éves vízipisztolya mögül egy ember. Ebben a mondatban van, nem tudom, úgy nézem, 4 nyelvtani hiba is, hogy hittem az 2T, az évesre lehagytad az ékezeteket, vízipisztolyjal az elipszilonos J, és megöl az pedig egyben van. Hát figyelj, máskor, ha ilyen negatív kommentet akarsz hagyni, akkor legalább a nyelvtani pontosságra figyelj, menjünk is tovább. De hogyha az Airsoft, akkor miért Nerf háború? Jól van, srácok, ezzel sok a problémátok, úgy látom. Hiszitek, vagy nem az első 3, vagy első 2,5 évadnál, még nem is volt Nerf fegyverünk, azután kezdtem el ezeket bemutatni, és ugye kapni a Nerftől és a szponzorált termékeket. Most már van egy egész szobányi Nerf fegyverünk. Ez egy utalás a videónkra, a második évad első részt, nem tudom, valamelyik Nerf videóban, ahol Bianca meg én itt egy ilyen, nem tudom, rollerrel mentünk. Gyere! 8 évesek voltunk, esküszöm, hát nem tudunk még autót vezetni, vagy valami. Aztán itt van egy roller azonnal, Extreme Roller School Trick, azt írja, hogy ez a világ legszarabb csatornája, tanulj meg először videót csinálni, azután rakd ki a... What? Mi? Rakd ki YouTube-ra. YouTube-ra. Jó, hát szerintem te meg először tanuljál meg helyesen írni. Én megpróbálom a pozitivitást a YouTube-on tartani, a negatív kommentekre reagálás az, hát srácok, nem akarlak titeket megsérteni, de ez nekem content, nézettség, szóval menjünk is tovább. Ez izgalmas, majd belehajtom az izgalmakra, ami nagyon szar. Jó, ez kicsit azért vicces, jó a szar videóid. Nem, jó a szar videó, mi? Nem is tudtam, hogy csak telefonot próbáltani, be fogom vágni ezt a jelentet, hogy megnézhessétek. Bizonyosítva van. Ez meg mi a...
És srácok, ez volt az utolsó komment, szóval ha tetszett ez a videó, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot, és ha szeretnétek több ilyen kommentre reagálást, bekerülhettek így a videónkba, ahogy látjátok, negatív kommenteket írtok akkor is, főleg azokra szeretünk reagálni, mert az vicces, de következőben... Jó, hát vannak kedves, pozitív kommentek is, ahogy látjátok, nem csak negatívok. Szóval még egyszer, ha szeretnétek, akkor mindenképpen írjátok meg ezt a kommentben, vagy egy lájkkal jelezzétek, ha tetszett ez a videó, és találkozunk a következő videóban, ami nem tudom, hogy mi lesz, de ha van ötletetek, akkor írjátok meg kommentben, és addig is, szevasztok!